Törvénysértő volt az ökotársnál tartott házkutatás, ezt állapította meg a bíróság. Móra Veronika szerint a bíróság döntése megkérdőjelezi azt a KEHI tanulmányt is, amelyet Lázár János később fontos bizonyítékként emlegetett. Az abban foglaltak ugyanis részben olyan bizonyítékok alapján születtek, amelyeket a rendőrség eszerint jogtalanul foglalt le. Az ökotárs azt közölte, elvárják a mindenkori magyar kormánytól, hogy az állami szerveket ne használja a politikai nyomás gyakorlásra, mert ezzel a demokrácia szenved kárt. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében az áll, hogy a rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el, és visszautasítják az alapítvány állítását, amelyben politikai nyomásra történő eljárásnak minősítik a december 19-ig ellene folytatott nyomozás keretében végzett házkutatást és lefoglalást. Az Országos Rendőrfőkapitányság leszögezi feladatait a rendőrségről szóló 94-es évi törvény előírásainak mindenben megfelelően pártbefolyástól mentesen látja el. Móra Veronika a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Hát akkor hogyan tovább? A rendőrségnek nyilván védenie kell a Mundér becsületét, azonban a bíróság, amely felülvizsgálta ezt a rendőrségi intézkedést, mondta ki, hogy ez törvénysértő volt, megsértette a büntető eljárásról szóló törvénynek a rendelkezéseit, mégpedig azért, mert hogy a bíróság úgy találta, hogy a házkutatás idejében, vagy azt megelőzően nem volt olyan gyanú, illetőleg olyan folyamatban lévő nyomozás, ami ezt a cselekményt indokolta volna. E tekintetben a bíróság határozata végzése elég egyértelműen és nyilvánvalóan fogalmaz. Tehát nem volt olyan típusú nyomozás, ez mit jelent? Nem volt gyanú, tehát nem volt az ökotárs alapítvánnyal szemben gyanú, amire alapozva a házkutatás elrendelhető lett volna. De eleve hiszen... nyomozás az volt, tehát már a nyomozás az elindult, mert azért ez sem mindegy. Hogyne, hát erről ugye augusztusban értesültünk, hogy egy magánszemélynek a feljelentése nyomán elindult nyomozás ismeretlen tettes ellen a norvég civil támogatási alappal összefüggésben. Akkor ugye kértek be tőlünk bizonyos a programmal kapcsolatos alapvető dokumentumokat egy postán megküldött levélben, amely dokumentumokat mi másolatban postán vissza is küldtük a rendőrség részére. Tehát ez is azt jelezhette volna a rendőrség számára, hogy mi együtt működünk, és ha ők tőlünk dokumentumokat kérnek, akkor mi azokat elküldjük. Ehelyett ők kivonultak 20-valahány kollégával, és végig böngészték az iratainkat. Emlékszünk rá, sőt, még magán lakásoknál is. Na, innen folytatjuk egy rövid reklám után, elmondja akkor Móra Veronika, hogy hogyan van az ma Magyarországon, amikor még ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás és a nyomozás, aztán mégis konkrét személyeknél meg lefoglalást tartanak, miközben már az iratokat átadták. Szóval reklám és jövünk, visszatartsanak velünk. Tartottunk a reklám előtt, hogy már tavaly augusztusban elindult a nyomozás ismeretlen tettes ellen, aztán szeptemberben már megtörtént a házkutatás, amely házkutatásról ma kimondta a bíróság, hogy jogtalan volt. Miközben önök átadtak minden íratot. De egyáltalán alanyai lettek a nyomozásnak, vagy ez folyamatosan ismeretlen tettes ellen? Mindvégig ismeretlen tettes ellen zajlott a nyomozás, vagy zajlik, vagy ki tudja, hiszen éppen azért, mert nekünk nincsen semmilyen státuszunk a nyomozás folyamatában, ahogy az ügyvédünk fogalmazott, mi egyéb érdekeltek vagyunk, ezért hivatalból nem is kapunk tájékoztatást semmilyen lépésről. Néha-néha ugye a sajtóban megjelenő hírekből tudunk tájékozódni, hogy például a Nemzeti Nyomozóiroda átadta az adóhatóságnak a nyomozást, de ezek is csak ilyen elejtett félmondatok, amiből megpróbálunk következtetni, hogy éppen hol áll az ügy, vagy hol nem áll. Semmi hivatalos levelet, értesítés, semmit nem kaptam. Szeptember 8-a, tehát a házkutatás napja óta semmilyen további megkeresés nem érkezett se a Nemzeti Nyomozóiroda, sem bármilyen más rendőri szerv részéről. És azért talán azt is hozzátenném, hogy mi ugye először az ügyészségen nyújtottunk be panaszt, mert ugye ennek ez az útja módja, amely ügyészség meglehetősen sokáig, tehát az ő számára rendelkezésre álló határidőt talán kétszeresen is túllépve hozta meg a határozatát, amelyben elutasították a panaszunkat, és ez ellen nyújtottunk be felülvizsgálati kérelmet a bírósághoz. Igen. Mi van a lefoglalt iratokkal, számítógéppel? Hát a számítógépeket azokat visszakaptuk néhány hét után. Az iratok azok még mindig ott parkolnak valamelyik állami szerv, intézmény irodáiban. Mi az, hogy valamelyik állami szerv, intézmény? Hát ugye hol?
Hát ez egy nagyon jó kérdés számunkra is, ugyanis ezeket a Nemzeti Nyomozóiroda vitte el. Ugyanakkor az október végén megjelent KEHI jelentésben, tehát a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által közzétett jelentésben vannak hivatkozások, illetőleg akár szó szerinti idézetek olyan belső jegyzőkönyvekből, olyan dokumentumokból, amelyeket mi a KEHI-nek nem adtunk át, viszont a rendőrségi házkutatás során ezeket lefoglalták. A KEHI kérhet egy nyomozás során lefoglalt bizonyítékokból, vagy bizonyíték céljából lefoglalt iratokból bármit a KEHI elkérhet? Hát én nem vagyok jogász, úgyhogy nem értek ezekhez a dolgokhoz, nem tudnék erre se pró, se kontra semmit sem mondani. Én csak annyit tudok, hogy azonosítani tudtunk bizonyos jegyzőkönyveket és dokumentumokat, amelyekről tudjuk, hogy a rendőrség lefoglalta a házkutatás során, illetve hát ugye azt is láthattuk szeptember-október folyamán, hogy munkatársaimmal folytatott belső levelezéseink is kikerültek. Tudnivaló, hogy szintén a rendőrségi házkutatás során az én teljes e-mail accountomat több évre visszamenőleg letöltötték és lefoglalták, és hát úgy látszik, ezek között is volt, aki szemezgetett. Hát ezek megjelentek sajtóban? Hát pontosan. Egy jogtalan házkutatás eredményeként elvitt iratokból kerültek adatok, információk a KEHI-hez, plusz a sajtóhoz. Akkor a kérdésem változatlan az, ahol most kezdtük. Hogyan tovább? Mit mond a jogászuk? Hát először is most újult erővel fogjuk döngetni az ajtót az iratoknak a visszaszerzése érdekében. Mindez ideig arra vártunk, hogy a bíróság a felülvizsgálati kérelmünkre mondjon ez ügyben valamit. Illetve hát gondolkozunk azon, hogy milyen további lépéseket kell vagy lehet tennünk ebben az esetben. Ugye ma kaptuk kézhez ezt a határozatot, végzést, úgyhogy olyan sok időnk még nem volt ezen gondolkozni, vagy hát egyeztetni. Annyi azonban bizonyos, hogy ugye a törvény jogsértően, törvénysértően lefoglalt iratokat nem lehet a további eljárásokban felhasználni. De a KEHI már felhasználta ezek szerint? Igen, megint csak egy jogászt kellene ebben az ügyben megkérdezni, hogy akkor most a KEHI jelentésnek ezek után hihetünk, vagy nem hihetünk, hogyha a bíróság szerint jogszerűtlenül lefoglalt adatokból tényleg kerültek át a KEHI jelentésbe adatok? Hát ugye mi a KEHI vizsgálatot magát a kezdetektől fogva vitattuk annak a jogszerűségét, mind a hazai jogszabályok, mind pedig a norvég civil támogatási alapra vonatkozó nemzetközi szerződések alapján. Tehát egy jogszerűtlen folyamatban született vizsgálati jelentésről van szó, amely felhasznált olyan anyagokat is, amit mi nem bocsátottunk a KEHI-nek a rendelkezésére. Igen. De hát ez nyilván már nyilvánosságra került, tehát nem lehet meg nem történté tenni, hogy ezt az anyagot elkészítették. Jó, de mennyire lehet komolyan venni? Mi mindvégig azt állítottuk, és most is azt állítjuk, hogy az a munka, amit mi a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, illetve a más programjaink keretében, a magyar civil szervezetek megerősítése érdekében végzünk, az nem csak, hogy egy fontos, közérdekű, közhasznú tevékenység, hanem azt a vonatkozó szabályok, szerződések betartásával jogkövető módon végeztük az elmúlt 2 évben, illetőleg korábban is. Például a Norvég Civil Támogatási Alap keretében most már közel 300 pályázat, vagy 300 projekt fut a mi támogatásunkkal ennek a programnak a keretében. Igen, csak ezből a norvég pénzből ugye az volt az egyik, vagy talán a legsúlyosabb vád, hogy más célra is használtak fel, vagy költöttek pénzt, tehát vásároltak. Ez az, amiket a KEHI jelentés semmivel sem támasztott alá. Tehát a jelentés megfogalmazott mindenféle vádokat, hűtlen kezelésről, meg költségvetési csalásról, meg hasonlókról beszélt, anélkül, hogy azokat valóban tényekkel, adatokkal támasztotta volna alá. Tehát nem lehet azt megtalálni a jelentésben, hiába keresi benne az ember, hogy akkor most konkrétan melyik projektben, milyen költségtételeket érintően, mekkora összeggel történtek szabálytalanságok, hanem csak nagy kijelentések vannak benne, amelyeket mi azért is tartunk, és az egész házkutatást azért is sérelmeztük különösen, mert egy olyan szervezetnek, mint amilyen az Ökotárs Alapítvány, a szakmai hitelessége és az iránta való bizalom a legfontosabb tőkéje. Ezt mi 20 év alatt építettük föl, és ez sodort a veszélybe az, hogy bejárta a sajtót a képek, ahogy rendőrök gyűrűjében vonulok ki az irodából. És hát nagyon reméljük, hogy most, akik így kvázi a nem zorog a haraszt, hanem fújja a szél alapon, nem hitték el nekünk, hogy mi jogszerűen működünk, és amit
tevékenységet végzünk, és végeztünk, és most is végzünk, az a közérdekében tesszük, hát talán most elgondolkodnak, hogy esetleg ők tévedtek. Hát ennek az ügynek még korán sincs vége, az biztos, mert most csak a házkutatásnál járunk, hogy arról a bíróság ítéletet mondott, de hogy a pénzek elosztásával mivel, nem tudom, minden esetre legalább az 1%-os parlagfű felajánlásokat nem önök osztják szét, mert akkor amiatt is magyarázkodhatnának, de ez már csak egy rossz indulatú megjegyzés volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Csináljuk tovább.